Köszöntjük szeretettel a 8. C osztályt, osztályfőnöküket, Burjáné Vajcs Piroskát, és távollétében is köszöntjük alsós osztályfőnöküket, Sajgóné Metszín Évát. Most pedig a búcsúzó 8. C osztály nevében az iskola zászlóra emlékszalagot köt Kleszpic Milán. Felkérem Burján István igazgatórat, hogy tartsa meg ünnepi ballagó beszédét. Szokatlan és merőben más helyzetben van egy igazgató, amikor úgy kell búcsúzó tanulóktól elköszönni, hogy nincs jelen minden osztály együtt, nincsenek itt a szülők, a rokonok, a hozzátartozók, akikkel együtt lehetne örülni. Március közepe óta az iskola hasonlít egy elhagyott texasi városhoz, ahol csak máladozó házak, szél által fut ördögszekér, csend, és még nagyobb csend fogadja az arra tévedőt. A máskor zajos, gyermekzsivajtól hangos termek, folyosók most konganak az ürességtől. Hangosak a némaságtól. Nincs ez így jól. Egy iskola, amellett, hogy az oktatás temploma, közösségi tér is, ahol barátságok, szerelmek kötöttek és szövődtek, amikhez emlékek köthetők. Az első nap, a legelső ötös, a piros vagy a fekete. A tanárnéni, akinek sokat köszönhetek, vagy a feleletek, a súgások, a puskázás, a beszélgetések, vagy a nevetések a folyosón. Az izgalom, hogy sikerült-e, vagy még egyszer neki kell futni? Le tudtam-e győzni magamat, vagy sem, és a végén a felvételivel járó izgalmak. Erdély, az erdélyi iskola, az évvégi kirándulás. Mind-mind egy forrasztó tégely, amivel szorosabb lesz egy kis közösség kapcsolata, és olyan élményeket adnak, amit más nem tud nyújtani.
és most ezek nélkül kell itthagyni az iskolát. Sok tanulsága is van ennek a helyzetnek, mindenki kénytelen volt kipróbálni saját magát, mennyire megbízható, hogyan tud egyedül dolgozni, megoldani a feladatot, órákat ülni a gép előtt. Fegyelmezetnek lenni, tudva, hogy ebben a helyzetben nem lehet más csinálni, és a legjobbat kell kihozni abból, ami van. Kibírni, hogy nem találkozhatom a barátommal, nem láthatom a rokonaimat, ismerőseimet, és csak egy szűk térben lehet mozogni az eddigi megszokott helyett. Elmaradt versenyek, kupák, ahol jó eredményeket érhettél volna el, de sajnos most ez van. De ha az elmúlt 7,5 évre gondolsz vissza, akkor biztos, hogy találsz sok-sok élményt, emléket, amelyet magaddal vihetsz, amit nem vehet el tőled senki. És ha elmúlik ez a jelenlegi állapot, akkor újra össze lehet jönni és felidézni az emlékeket. És ezt kell tenni, mert ez a helyzet nem tarthat örökké. Újra élettel telik meg az iskola, zajos és hangos lesz. Ti egy másik intézménybe fogtok járni szeptembertől. Új arcok, új tanárok, barátok, új helyzetek. Itt már jobban magatokra vagytok utalva, nektek kell megoldani a helyzeteket, de nagyobb a felelősségetek is. Igyekeztünk felvértezni benneteket, felkészíteni, hogy egy lépcsőfokkal feljebb tudjatok lépni, az új követelményeknek meg tudjatok felelni. Nyissátok ki az ajtót, lépjetek be rajta. Ne riasszanak a kezdeti nehézségek, mindig lesznek olyanok, akik át fognak segíteni benneteket az éppen elétek gördülő akadályokon. Csak bízzatok magatokban. És ne szégyeljetek segítséget kérni, ha kell. Na járjatok úgy, mint a szegény székely gyerek az apjával, mikor kimentek horgászni, kieveztek a csónakkal, belógatták a csalit, majd leültek. Egy fél óra múlva megkérdezi a gyerek, édesapám, miért lebeg a csónak a víz tetején? Azt én nem tudom, fiam. Eltelik egy újabb fél óra. Édesapám, a halak hogyan tudnak levegőt venni a víz alatt? Hát, azt én nem tudom, fiam. Kis idő múlva, édesapám, miért kék az ég? Azt én nem tudom, édesfiam. És édesapám, nem baj, hogy ilyen sokat kérdezek? Nem baj, fiam, kérdezd csak, hogy okosodjál. Azért kérdezzetek, kérjetek válaszokat a tapasztalatoktól, hogy tanuljatok, hogy okuljatok. Mindig öröm, ha egy idő után tanulók visszatérnek, mesélnek, mi történt velük. És a legjobb hallani, hogy megállja a helyét, biztos alapokat kapott, tud ráépíteni, tovább tud lépni és fejlődik. Ekkor mondhatjuk-e mi pedagógusok, hogy megérte, jól dolgoztunk. Útravalóul ezt kívánom minden búcsúzó tanulónak. Érezze jól magát új iskolájában, de ne felejtse a régi iskoláját, barátait és az itt szerzett élményeket se. A 2019-2020-as tanévet ezennel bezárom a 8. C-nek. És most jön az, amit talán egy páron várnak is már, mindenkivel személyesen szeretnék elbúcsúzni. Búcsúzom a fegyelmezett, csendes, magában morgolódó, de néha vulkánként kitörő harcostól, akit haja azért kiemelt az osztályból, Blumenstein Rafaeltől. A küzdés, a jó indulat, a megbízhatóság, a nyugalom példaképétől, akiben nem kellene belekötni, Gordon Bencétől, aki sajnos most nem lehet körünkben. A nyugodtság, higgadtság, megértés és empátia királynőjétől, aki keveset szól, de az üt. És víz alá tud vinni bárkit, nem csak a labdát, királycsengétől. Az Európa összes autópályáját és az útját ismerő tehetséges, sokoldalú, kiváló humorú, beszélni is sokat tudó, az alibi foci nagymesterének is nevezhető, csupa szív Klespic Milántól. A mindig fázó, korához képest nagyon komoly, néha mosolyt nem ismerő, de meleg szívű Kóta Brigitől. A cserfes, vidám, másokra odafigyelő, véleményét mindig felvállaló, és a román nyelv tanulásával kacérkodó, aztán arról lemondó, kör közepén álló Kovács Zoétól. A tehetséges, sokoldalú, mindenre rácsodálkozó csupaszi futóbajnokunktól, a magyarországi Kamerundiasztól, Kovács Noémitől. A tetteit is őszintén vállaló igazságosztótól, aki a fiúkat is kemény kézzel kordában tartotta, Magyar Laurától. A folyamatosan integető és mozgásban lévő, humorában is verhetetlen vízilabda királytól,
de aki bármilyen labdával jól bánik, és úgy tűnik fakír, de csupa szív, Maser Márktól. A mindent látó, halló, minden tudó, jól informált segítőkész, Müller Zsombortól. A mindig bős, néha túlontúl is higgadt, másokat is okos tanácsokkal ellátó, sokszínű, ami a haját is illeti, vidám, német Nikitől. A nagyon keveset beszélődő, annál többet mosolygó társai által is csak élő Smiley-nak nevezett Pálfi Norbitól. A magára, főként a hajára sokat adó tehetséges Rubik kocka bajnoktól, aki már elsőben lecsalta a köröket, Petőz Dávidtól. A kerékpározás és a gépszerelés szerelmesétől, a nyugalom szobrától, a jövő testőrétől, az iskolazászló őrzőjétől, Polt Martintól. A kérdezés nagymesterétől, a mindenben csak a jót látó, a másokat helyes útra terelő angyaltól, aki úgy tud nézni, hogy még ezt is bevallod, amit nem követtél el, Sáfrán Cseperkétől. A mindenki által szeretett, a puskázás művészetét tökére fejlesztő, angyalian ártatlan képű, csupa szív Szakács Mátyástól. A tehetséges, hibákat rögtön észrevevő, nagyot növő kritikustól, Szőlőskei Leventétől. A picinek tűnő, de hihetetlen erővel bíró, kitartó, sportszerű, komoly, de mégis vicces focista fenoméntól, a barátságkupa hősétől, a szőke hercegtől, Szűcs Ármintól. A rendet, a tökéletességet és a 100%-os teljesítményt szerető mesterlövészünktől, akinek célkeresztjében nem jó lenni, Vince Reginától. Jó utat kívánok nektek a választott utatokon! Kedves búcsúzó szavak után pedig a búcsúzó 8. C-osztályosok nevében a búcsúbeszédet elmondja Kovács Noémi. 8 évvel ezelőtt kezdődött minden. Emlékszem, megszeppent kislányként léptem be az iskola kapuján. Szorongással, félelemmel ébredtem, és készültem az iskolába első nap. Egy új világba csöppentem, ahol ismeretlen arcok, ismeretlen feladatok vártak rám. Ez már a csak halovány, ám boldog emlék. Osztályunk rendkívül sok színűre sikerült, mindenkinek más volt az erőssége. Volt, aki énekelni tudott jobban, volt, aki rajzolni, volt, aki szavalni, és volt, akik a sportban voltak a legerősebbek. Szívesen gondolok vissza az osztálykirándulásokra, az elhúzódó tanórákra, a délutáni összejövetelekre, a versenyekre, valamint a sok kalandra, amit együtt éltünk át. Nem voltunk tökéletes közösség. Sokszor vitatkoztunk, veszekedtünk, bántottuk egymást, szavakkal és tettel is, de ezeken gyorsan tovább léptünk, nem tartottunk haragot. Alsós éveink olyan gyorsan szálltak el, mint egy pillanat. Osztályfőnökünk, Éva néni, szigorú fegyelmet tartott, ugyanakkor mindenkihez voltak kedves szavai, vicces megjegyzései. Persze emellett féltő szeretettel fogta kezünket, s segítségével elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát, és bevezetett minket a számok rejtelmeibe is. Aztán nem sokára felsősök lettünk, új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Felsős osztályfőnökünk, Piroska néni, szintén határozottan irányította lépteinket, szeretete, mellyel körbevett bennünket, felettette szigorát. Az ő tanóráin féltünk a legjobban felelő választáskor. Mindannyiunknak úgy várt a szíve, mintha éppen a maratont futottuk volna le. A magyar órák is emlékezetesek voltak, Matyi mindig gondoskodott a jó hangulatról. Sajnos sokszor lőttünk túl a célon viselkedésünkkel, melyek miatt szaktanári figyelmeztetővel és intővel gyarapodtak tájékoztatóink. Ennek ellenére is büszkék vagyunk az itt eltöltött 8 évre. Büszkék vagyunk rá, hogy megtanultunk sok verset, aminek lehet ma a felére se emlékszünk, hogy az ammónia oldata lúgos kémhatású, hogy a zöldszemes ostoros egysejtű, és mennyi faanyag kell egy 7 cm magas, 10 cm sugarú tömör gúla elkészítéséhez, ha tudjuk, hogy az anyag 5%-a veszteség. Büszkék vagyunk rá, hogy néhány történelmi évszámot jobban tudunk a saját születési dátumunknál. Szeretnénk megköszönni tanáraink fáradozását, a tudást, amit átadtak nekünk, a szeretetet, amelyet minden nap tapasztaltunk. Ahogy tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. Mások lettek a gondjaink, mások a céljaink, s az idő egyre csak múlt. Sajnos eljött a pillanat, mikor búcsúznunk kell. Egy éve még mi köszöntünk el az akkori 8-asoktól, és el sem hittük, hogy eljön ez a perc számunkra is. Búcsúzunk diáktársainktól, tanárainktól. Reméljük, jó példa voltunk a 7-esek számára.
Köszönettel tartozunk az iskolának, tanárainknak az elmúlt 8 évért. Igyekszünk szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután is. Ezt megígérjük. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Szeretnék tanárainknak jó közösségeket, osztályokat kívánni, hogy hiányunkat pótolják, és nektek, osztálytársaim, kívánom, hogy álmaitok teljesüljenek. Most pedig a jutalmak átadása következik. A jutalmakat átadja iskolánk igazgatója, Múrján István, valamint Lindli Zoltán címzetes igazgató úr és Földesi Katalin intézményvezető helyettes. A 8. C osztályból könyvjutalomban részesülnek a következő tanulók. Király Csenges Sára, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért és a Városrődi Német Nemzetiségi Találkozó és Kulturális Seregszemlén a Csemete Kórus tagjaként elért aranyminősítéséért. Vincent Regina, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, a sportlövészet sportág területén elért eredményeiért és a Városrődi Német Nemzetiségi Találkozó és Kulturális Seregszemlén a Csemete Kórus tagjaként elért aranyminősítésért. Sátrány Cseperke, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és a Városrődi Német Nemzetiségi Találkozó és Kulturális Seregszemlén a Csemete Kórus tagjaként elért aranyminősítéséért. Kovács Mira Zoé, példamutató szorgalmáért és a Városrődi Német Nemzetiségi Találkozó és Kulturális Seregszemlén a Csemete Kórus tagjaként elért aranyminősítésért. Klespitz Milán, aki eredményesen vett részt iskolán Erasmus projektjében, de sajnos a kialakult helyzet miatt nem tudott részt venni a mobilitásokban. Gratulálunk mindannyiótoknak, és különösen a jutalomban részesült tanulóinknak. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani a szülői munkaközösség elnökének és az SZM tagjainak egész éves munkájukért. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy jelentős anyagi támogatást nyújtott a diákjainknak a színházi előadások megtekintéséhez és egyéb versenyek, rendezvények lebonyolításához. Külön köszönetet mondok a 8. C osztály szülői munkaközösség elköszönő tagjainak. Müller Beának, Petrikné Horváth Juditnak, Szőlőskei Gábornak, Vincéné Waller Editnek. A köszönetet jelképező virágokat később kapják meg. Ballagás ünnepségünk ezennel véget ért. Kívánok nektek nagyon sok boldogságot, sikert az elkövetkező életetekben. Érezzétek jól magatokat az új iskolátokban, szerezzetek sok-sok barátot, és kívánom, hogy mindenki találja meg azt az utat, amelyben sikert, boldogságot tud elérni. Sok-sok szeretettel fogunk rátok gondolni mindig. És most megkérlek benneteket, hogy osztályfőnökötöknek a kíséretében vonuljatok vissza a terembe bizonyítványosztással. Minden jót kívánunk nektek!